Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Az elesetteket segítette. A Por Vilmosra emlékeztek a Nádi Boldogasszony templomban. Az SM betegekért kerékpározik. Ternován Zoltán 16 napos útja során féltávnál Gyulára érkezett. Egyedülálló kezdeményezés. Képviselőirodát nyitott Erdős Norbert, EP képviselő a megyeházán. Gyula, Vác 2-2. A 93. percben tudott egyenlíteni a vendégcsapat az NB3-as bajnokin. A vértanú halált halt Boldogapor Vilmos püspökre emlékeztek vasárnap a belvárosi katolikus templomban. Az egykori gyulai plébános élete során minden erejével a szegényeket és az elesetteket segítette, ami a mai ember számára is példaként szolgálhat. Ezen a híre. Gyulán kezdte plébánosi szolgálatát a Por Vilmos, akiről vasárnap a Nádi Boldogasszony templomban emlékeztek meg ünnepi szentmisével. A Por Vilmost 1915. augusztus 24-én szentelték pappá. Gyulán lett káplán, majd plébános. Az ő élete példakép lehet mindannyiunk számára, védelmezte, segítette az elesetteket. A szentmisét celebráló Kovács József azt mondta, ma a médián keresztül nagyon sok manipuláció ér minket, ami azt súlykolja, hogyan ragadjunk le az anyagi világban, de a Por Vilmos már akkor másként gondolta ezt. Nem is gondolunk rá, hogy mennyi minden terhel bennünket, és mennyi minden próbál abba az irányba terelni bennünket, hogy próbáljunk meg leragadni e világ dolgainál, próbáljunk meg az anyagnál megmaradni, és ez fog bennünket üdvözíteni, boldoggá tenni. Hát a Por Vilmos pont ennek az ellenkezőjét képviselt, hogy ne ragadjunk le az anyagi világnál. Oda ajándékozta szinte mindenét, nem kell részletezni, Gyulán tudja mindenki. Másokért való élet volt az ő élete, amely elment egészen az élete oda ajándékozásáig. ...1945 nagy péntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, egy szovjet katona golyója halálosan megsebesítette. 1945. április 2-án húsvét hétfőn halt meg, II. János Pál pápa 1997. november 9-én a vértanú boldogok sorába iktatta. Egyik legnagyobb erénye az volt, hogy minden helyzetben ember tudott maradni. A Por Vilmos is ember tudott maradni az embertelenségben. Le tudott hajolni a szegényekhez, tudta védeni a rábízottakat, a zsidó üldözésben szenvedőket is mentette azokat az asszonyokat, akik ott voltak a püspökvár pincéjében. Ő és a többi szentek is példaképek számunkra, akik ráirányítják arra a Krisztusra a figyelmünket, aki a legtöbbet tette az emberekért, és ők róla veszik a mintát, a Por Vilmos és Jézusról, az ő mesteréről, aki életét áldozta a juhokért. A szentmise után az a Por Vilmos óvoda gyermekei adtak műsort névadójuk tiszteletére, majd a templom előtt álló szobornál helyezték el a megemlékezés virágait. A szklerózis multiplex betegségben élőkért kerékpározik az a Ternován Zoltán, aki 16 napos útja során féltávnál Gyulára érkezett. Célja a sorstársak támogatása, hiszen 12 éve nála is diagnosztizálták a betegséget. Több mint 30-an várták Gyula határában Ternován Zoltánt, aki egy 16 napos kerékpáros útra indult, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a szklerózis multiplex betegséggel élő emberekre. Innen több civil szervezet képviselőivel együtt a városi tornacsarnokig kerékpároztak.
Ternován Zoltán május 8-án Esztergomból indult, majd Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs, Baja, valamint Szeged érintésével érkezett Gyulára a 8. napon. A kerékpárosnál 12 éve diagnosztizálták betegségét. Az alap célja ugye a kezdeményezésnek az, hogy a szlogent, hadd mondjam, a te se add fel, az ugye elég sokat elmond erről a dologról. Igazából az a cél, hogy az SM-társaságok körülbelül erőt adjak a betegeknek ahhoz, hogy el tudják viselni ezt a betegséget, és ha az én példámat látják, hogy 12 éve diagnosztizáltan erre képes vagyok, az lehet, hogy nekik is segít a továbbiakban. Ternován Zoltán május 23-án Székesfehérváron zárja útját, mintegy 1700 kilométeres távval a háta mögött. Alt Norbert, a polgármester és a sérült fiatalok megyei találkozójára érkezettek, aláírták a kerékpáros pólóját, amit minden városban szignóztatott. Fontosnak tartjuk azt, amit Zoltán csinál, hiszen önmagában az, hogy valaki beteg emberként nekiáll egy ilyen, mondjuk így, küldetésnek, hogy körbe biciklizzi az egész országot, és tényleg Esztergomtól, nem Pécsen, Gyulán, Nyíregyháza, Mezőkövest, Budapesten át egy olyan több száz kilométeres utat ró le, ami sokszor ugye, hát nyilván nekem is, egészséges embernek is nehezen menne. Az, amit ő közvetít, az elsősorban, és azért is örülünk, hogy idejött, hiszen itt személyesen is tudott biztatás nyújtani az itt lévőknek. A megyében mintegy 300, Gyulán pedig közel 40 szklerózis multiplexes beteg él. Ezzel az eseménnyel a Ternován Zoltán csatlakozott a SM világnaphoz, hiszen célkitűzése volt az, hogy május 27-ére körbe biciklizze Magyarország SM egyesületeit, és ezáltal biztatást és kitartást nyújtson, közvetítsen a SM betegeik részére, hogy az SM-mel azért lehet együtt élni. Szombat reggel a nemes célért kerékpározó Ternován Zoltán a piactéri SM adományboltot látogatta meg. Innen most Hajdúszoboszlóra megyek, az, ahogy néztük, 120 km körül van, úgyhogy indulnunk is kell, mert még azért oda kell érni. Közben meg mi dokumentáljuk ezt az egész történetet, veszünk fel útközben is filmeket, fotókat, és ugye amikor az út végén erről fog készülni egy film, meg egy ilyen fotomontázs, és akkor ezeket majd valamilyen módon publikáljuk az SM társaságon keresztül. Ternován Zoltán kiemelte, a gyulai SM adományboltot jó ötletnek tartja, egyrészt a szklerózis multiplex betegek foglalkoztatása miatt, másrészt pedig azért, mert élettel tölti meg a sorstársak mindennapjait. Képviselő irodát nyitott Erdős Norbert, európai parlamenti képviselő a Békés megyei önkormányzat épületében. A kezdeményezés több szempontból is egyedülállónak mondható. Képviselői irodát nyitott Erdős Norbert, európai parlamenti képviselő a Békés megyei önkormányzat épületében. A kezdeményezés egyedülálló abban a tekintetben, hogy Erdős Norbert személyében először van az Európai Parlamentben olyan képviselő, aki Békés megyei. Ez előnyt jelent a térségben élők számára, hiszen kérdéseiket olyan képviselőnek tehetik fel, aki pontosan ismeri a megye adottságait, gondjait, problémáit. Szerettünk volna lehetőséget biztosítani a képviselő úrnak, hogy találkozhasson az itt élőkkel, az itt működő vállalkozásokkal, polgármesterekkel, és ez indított bennünket arra, hogy ezt az irodát megnyissuk annak érdekében, hogy itt ez a találkozás létrejöhessen, ez a koordináció megvalósulhasson. Erdős Norbert képviselőt munkája az Európai Unióhoz köti, ideje javarészét Brüsszelben és Strasbourgban tölti, ezért a képviselői irodában személyesen nem tud jelen lenni. A képviselet szimbolikus, azt jelzi, hogy Békés megye jelen van az Unióban, és a képviselő figyel Békés megyére. Az Agrár és Vidékfejlesztési Bizottságban dolgozok egyetlen magyar főtagként, ez ugye nagy felelősség, de minden képviselőnek van úgynevezett pótbizottsága is, ez pedig a Kulturális Bizottság, a Kulturális Bizottság pedig felüleli az ifjúságügyeket, oktatást és kultúrát. A képviselet azt a célt szolgálja, hogy a választópolgárok helyben mondhassák-e gondjaikat, problémáikat. Abban az esetben, ha uniós pályázatokkal kapcsolatban érdeklődik valaki, uniós projektekhez információra, közreműködésre van szüksége, esetleg uniós szabályozással összefüggésben merül fel kérdése, bátran keresse a képviselői irodát a Békés megyei önkormányzat épületében Békés Csabán, az Árpád sor 18 szám alatt.
Kevés hián legyőzte az első helyezett Vácot a hétvégi NB3-as bajnokin a Várfürdő Gyulai Termál FC. Szekeres Lajos együttes ellen a 93. percben véleményes körülmények között egyenlített Csank János csapata. Fontos lett volna a három pont a kék szerelésben érkező Vácnak, hiszen az egykori magyar bajnok most az NB3 középcsoportjának az első helyére hajt, és bár vezeti a tabellát, a Kozár Michelint még nem szakította le magáról. A Termál egy esetleges sikerrel megerősítette volna pozícióit a középmezőnyben, és felzárkózhatott volna az élboly mögé. A mérkőzés első kapura lövése Nagy Gergely előkészítése után Pászka Lóránd nevéhez fűződött a 6. percben. A 29. minutumban Magos tört előre a gyulai védelem jobb oldalán. Veszélyes beadását Turcsek Szilveszter fejelte ki a kaputorkából. 3 perc múlva az egy nagy lövést már jegyző Pászkát nem vették elég komolyan a váciak. A fiatal középpályás több mint 30 méterről vette célba a kaput, és óriási gólt ragasztott bele. A találat után felébredtek a vendégek, előbb Magos lövése zúgott mellé, majd a 35. percben egy látványos esés után büntetőt ítélt javukra a játékvezető. Ezt Rusvai Gergely értékesítette. Egy perccel a félidő vége előtt Szelecki Alex lövése a kapufáról vágódott ki. A szünet előtt akadt még esemény, nem is jelentéktelen. A 45. percben Laurinyesz labdájával Szél Pál a Váci kapuig robogott, és nem hibázott. A második játék részben sokáig magabiztosan őrizte előnyét a Termál, hosszú perceken át kevés lehetőség adódott a csapatok előtt. Az 51. minutumban Nagy Gergely lövését fogta Rácz Márk. Egy perc múlva Nagy Bálint jött ki jól a kapuból. A 80. percben Tóth Gergely jól eltalált ballávas lövését védte Nagy Bálint. Az utolsó percben Zsolnai szabadrúgását Rusvai csúsztatta fejjel a kapufára, ezzel úgy tűnt, a váciak nem tudták kihasználni utolsó nagy lehetőségüket. A Vác azonban nem adta fel a 93. percben egy kapu előtti, többek szerint szabálytalanságtól sem mentes kavarodás végén Tóth Barnabás kiegyenlített, így a vége 2-2 lett. Durva hibákat csináltunk a góloknál. Nagyon szép voltunk egyébként a első gól, de pont kiemeltem, hogy a 9-esen a ellenőrzés alatt kell őket tartani, mert gyakorlatilag nagyon jó átlövő, tehát a pálya közepén lévő emberekről szó volt, hogy erre figyelni kell. Ezt is elmosztottuk, utána meg egy sima kontránál tökéletesen állt a jobb szélső, és gyakorlatilag addig nem is voltak a kapunknál, és két gólt rúgtak. Ilyen szempontból bizony nagy probléma volt, és olyan játékosok hibáztak, akik rutinosak. A Termál a stabil védekezésre próbált építeni. A srácok óriási dolgoztak, nagyon büszke vagyok arra, amit nyújtottak a pályán. Azért a játékvezetéssel kapcsolatban van némi hiányérzetem, úgy gondolom, nem szoktam a játékvezetőkkel így komolyan foglalkozni, de úgy gondolom, olyan szituációban kaptunk 11-est, ami a labdarúgásban körülbelül egy szögletnél több ezerszer előfordul, érdekes, mi 11-est tudtunk kapni, és hát itt a 93. percben ez az egyenlítő gólöt, és mi úgy láttuk, hogy szabálytalanság előzte meg. Mindettől függetlenül úgy gondolom, hogy ami nekünk fontos az, hogy a listavezető nem vitte el a 3 pontot, nekünk ez egy nagyon értékes pont, úgyhogy dolgozunk tovább, van még 3 forduló, úgy gondolom, hogy van még tartalék a csapatban, hogy ezt 3 fordulót sikeresen zárjuk. A Termál utolsó 3 mérkőzését sorrendben a Szent Lőrinc, a Kozár Michelin és a Reac ellen játsza. A fogyatékkal élők helyzetére hívták fel a figyelmet a pénteken Gyulán megrendezett sérült fiatalok megyei találkozójával. Rövid hírek következnek. A Pruhászka Zsolt városi tornacsarnok adott otthont az első alkalommal megrendezett sérült fiatalok megyei találkozójának. A rendezvényen a fogyatékkal élők mellett segítők és hozzátartozók is részt vettek, ahol a megnyitót követően lehetőség volt bekapcsolódni a sportrendezvényekbe, ügyességi játékokba és kézműves foglalkozásokba. A találkozó lebonyolításában sokan önkéntes munkájukkal segítettek, éppen azért, hogy erősítsék a hidat épek és sérültek között. A rendezvény egyik szervezője a 6. Érzék Egyesület volt, melynek vezetése bízik benne, hogy sikerült hagyományt teremteni. Az eseményen más civil szervezetek is képviseltették magukat, ezzel is erősítve az egymás közötti kapcsolatot. Gajda Róbert kormány megbízott köszöntő szavaiban kiemelte, Gyula élen jár az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvényekben, és ez a mostani is jó példa arra, hogy ráirányítsa a figyelmet ezekre az emberekre. A térség országgyűlési képviselője köszöntő gondolataiban a toleranciát és az odafigyelést emelte ki, amivel az épp emberek a sérültek felé fordulhatnak. Az ebédet
a rendezvényen Balog Lajos tanácsnok és csapata biztosította, aki elmondta, nekünk épp embereknek minden eszközzel kötelességünk segíteni sérült embertársainkon. A sérült fiatalok megyei találkozója délután a csoportok közötti Ki mit tuddal folytatódott és a Bisztró Baleset Band koncertjével zár. A hagyományoknak megfelelően a himnusszal kezdődött az ünnepi állománygyűlés a gyulai mentőállomáson. A rendezvényen előbb Kovács József országgyűlési képviselő jegyezte meg, hogy igazi elégedettségre ugyan nincs ok, de az ország vezetése igyekszik kiemelten kezelni a mentőszolgálat helyzetét. Kónya István alpolgármester az épület jövőbeli felújításáról is szót ejtett, majd Zentai Attila régiós orvosigazgató jelentette be, hogy megérkezett az országos mentőszolgálat ajándéka, egy 28 millió forintos jármű. Az új autó nagy szolgálatot tesz majd a gyulai mentősökön keresztül azoknak, akik segítségre szorulnak. Az ünnepségen többen kaptak régiós igazgatói dicséretet. A kollektíva elismerését idén ketten értemelték ki, Kiu Gábor és Fodor József. A régiós vezető a feladatszámok emelkedéséről beszélt, ezzel kapcsolatban azt mondta, ezek értékelését követően meg kell vizsgálni az indokoltságukat. Ahhoz, hogy a mentésben résztvevők még jobbak legyenek, képzéseket szerveznek. Az ünnepségen elhangzott, a mentősök csak akkor tudnak felelősségteljesen megfelelni hivatásuknak, ha eleget pihennek és nem frusztráltak. Elfogadták a tavalyi évi gazdasági beszámolót, értékelték a választás eredményét és megszavazták az idei programtervezetet a gyulai városbarátok körének rendes évi közgyűlésén. A szervezet elnöke értékelőjében azt mondta, Gyula második közéleti erejeként eddig és ezután is úgy kívánnak politizálni, hogy a város érdekeit tartják szem előtt és odafigyelnek a lakosság észrevételeire, kéréseire. Durkó Károly elmondta még, fontosnak tartják, hogy végre elkészüljön az M44-es út, illetve hogy a helyi turisztikai adottságok kihasználása még erőteljesebb legyen a vendégforgalom növekedése érdekében. Gyulán változatlanul sokaknak szívügye a környezetvédelem. Zsákszámra gyűlt össze a szemét a fürdőváros különböző pontjain a Teszeddel nevezésű országos szemétszedési akció keretében, pénteken, melyet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság szervezett. A független egyesület már negyedik alkalommal veszi ki a részét az ilyen munkából. Két éve a dolgozók a saját körzeteikben teszik szebbé környezetüket az akció keretein belül. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársainak részvételével az élővíz csatorna belvárosi szakaszán a vízparton haladó csapat mellett kenus csónakos egység is gyűjtötte a hulladékot. A résztvevők a vízpartok megtisztítását, a növényzet közé dobált hulladék összegyűjtését is fontosnak tartották. Ennyi szemetet gyűjtöttek össze a polgármesteri hivatal munkatársai péntek délelőtt a gyuravári kastély környékén. A csapat azt mondta, a település rész nem volt elhanyagolt, nem találtak sok hulladékot, de mint a képekből is kiderül, munkájuk nem volt hiába való. Az országos Teszed akció keretében Gyulán is szép számon vettek részt önkéntesek környezetünk rendbetételében. Mit jelent a munkában az internet? Mit jelent nekünk magánemberként? Mennyi időt veszel életünkben más dolgoktól, és mennyi időt nyerünk általa, ha jól használjuk? Ma életünk mindennapos részét képezi az internet. Ma azért állítottuk meg a járókelőket, hogy elmondják, hogyan és mennyit használják a világhálót. Nagyon sok mindenre használom az internetet. Elsősorban munkára, mert ugye az interneten dolgozom, e-mailezgetek napi szinten, és azon kívül hobbi szinten is. Tehát bármi, hogyha érdekel, arra simán rákeresek. És megtalálom. Elég sok időt rabod el tényleg az életünkből. Nyugdíjasan elég sok időt töltünk el, sajnos, igen, az internet előtt. Már mai világban szem, majd minden azon keresztül megy, ugye? Szállást foglalni, ruhát rendelni, bármire, igen. Elég sok időt. Azért egy délelőtt lehet mondani, hogy úgy általában rámegy. Vagy a délelőtti, vagy a délutáni óra. A baj benne az, hogy barátságokat megszakít az ember, mert nem jut idő semmire az internet mellett, igaz? Ne elmentünk régen
találkoztunk a városban, elbeszélgettünk, most meg kinek van arra ideje? Ha kis ideje van, leül és pötyög. Színházi vezetők találkoztak Békés Csabán. Lapszemle következik. Kezdődhetnek a permetezések. A tavaszi munkálatok egyik legfontosabb feladata a monília elleni megelőző, illetve megállító permetezések, írta a Gyulai Hírlap. Nagyon fontos, hogy a kertben történő permetezés esetén az elsodródásra odafigyeljünk, mert nagyon nagy bajt okozhatunk a szomszédoknak. Színházi vezetők találkoztak. Több évtizedes hagyományra tekint vissza a teátrumok gazdasági vezetőinek találkozója, írta a Csabai Mérleg. A találkozónak ezúttal Békés Csaba adott otthont, ami mindenképpen elismerést jelent a városnak, valamint az intézménynek. A programon pénzügyi, gazdasági és művészeti kérdések kerültek a középpontba. Marihuánát labdáért. Ilti a legjobb drogkereső az országban, írta az Orosz Café. A 4 éves német juhász Malinois keverék, a Békés megyei rendőrfőkapitányság és gazdája Ádás Szabolcs törzszászlós révén Orosháza hírnevét is öregbítette. Virágba öltözött Fehérvár. 12 köztéri alkotást öltöztetnek fel az idén a virágkötők Székesfehérváron, közölte a Magyar Kurír. A város virágkötői ebben az évben is látványos virágkompozíciókkal díszítik fel több középület bejáratát, és virágok kerülnek az emlékművekre is. A meleg keddi nap végén erős felhősödés kezdődik. Szerdán marad a meleg, de zivatarok érkezhetnek. Kedden késő délutánig számottevő mennyiségű csapadék nem várható. A szél is csak zivatarok hatására erősödik meg. Változóan napos, felhős, de általában napos idő lesz. Késő délutántól és éjjel a nagyon erős felmelegedés hatására erős felhősödés és viharos zivatarfoltok várhatók. A hőmérséklet az éjszakai 14 foktól 29 fokig emelkedik. A folytatásban szerdán erős felmelegedés, zivatarok várhatók, csütörtökön jelentős lehűléssel számoljunk. A hőmérséklet szerdán 17 és 28 fok között valószínű. Lássuk még egyszer mai híreinket. Az elesetteket segítette. A Por Vilmosra emlékeztek a Nádi Boldogasszony templomban. Az SM betegekért kerékpározik. Ternován Zoltán 16 napos útja során féltávnál Gyulára érkezett. Egyedülálló kezdeményezés. Képviselői irodát nyitott Erdős Norbert, EP képviselő a megyeházán. Gyula, Vác 2-2. A 93. percben tudott egyenlíteni a vendégcsapat az MB3-as bajnokin. A Gyula TV híradóját látták. Előbb a Spiritus láthatják, majd a pódiumban az Apor búcsúról közvetítünk felvételről. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!